itt azt jelöljük, hogy mi a mozgási útvona, hogy az elítélteknek melyik oldalon kell haladniuk. Köszönjük szépen. Illetve melyik az a terület, ahol is hozódhatnak és tartózkodhatnak a szemlélő sárga csíkra. Például ezen a mezőn látható az, hogy a szányba, illetve a sétaludvarra történő kivonuláskor hol kell elhelyezkedni az elítélteknek, ugyanis közeledve az elhelyezési körvethez, itt találhatóak a sétaludvarok, és itt történik a szabad levegő tartózkodás is. Igen, a déli kulcs az egy elengedhetetlen eszköz az intézetben. Attól függ, hogy ki milyen beosztást tölt be, annak megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a kulcsa. Az enyém sem nyit mindent, bár nagyon szeretném sokszor, hogy sok helyre bejussak. Az úgynevezett királykulcs az, amelyet minden ajtót, minden zárni. De például a felügyelőnek, aki itt a zöld egyen teljesít szolgálatot, nem nyitja a kulcsa az összes ajtót, vagyis pont azokat az ajtókat nyitja, amire neki szüksége van a feladat ellátásához. Most a szürke épület első emeletén vagyunk. Az intézetben 12 ilyen körletrész található. 5 csillag alakzatban építették fel ezt az objektumot. Zöld, lila, kék, szürke és piros épületek, és minden körletük ugyanígy néz ki. Középen egy felügyelői helyiség található, és csillag alakzatban egy szárnyal, ahol az elhelyezési körleteket találjuk. Ezen kívül itt van még két foglalkoztató helyiség, illetve a hozzájáruló zuhanyzó.